nagy a sürgésforgás. Ez az angol pár ezen a magyar tanyán kel egybe immár 53-szor. Ők esküvői turisták, hogy mi is az pontosan hamarosan kiderül. Míg ők a nász éjszaka helyszínét ellenőrzik, az esküvő szervező hozzaviszi a kellékeket. Mit hoztál ki? A mennyasszonyi ruhát. És Liza már bele is bújik. Pedig két héttel korábban Liza még Londonban volt, így Nóri a kézzel festett hernyósejem ruhát egy másik modellre igazította. Szerettem volna a Lizának valami olyat csinálni, ami azért egy kicsit modern, de benne vannak a magyar népi motívumok, illetve hát a szerelmet mindenképpen szerettem volna megjeleníteni. Magyar modern ruha magyar ecsettel. Ez volt a cél, így a délaföldi szűrminta győzött. Ezek a motívumok, ezek a virágmotívumok, tök motívumok, ezek mind a szűrőn szereplő minták voltak, nyilvánvalóan szívecskék nélkül. És ismét a puszta romantika a homokhátság határán. Ameddig a szem ellát lehet lovagolni. Tudod, mi a jó még benne? Ha vőlegény meggondolja magát, fölugrik a lóhátára, süty! Jó hamar messze van. Hát, vagy ha a mennyasszony eltéved, elrabolják a csikósok, olyan is volt már. Ez az 53. ország, ahol a pár összeházasodik, 2 éve indultak Nagy-Britanniából. Gondolkodtak, hogy hol szeretnék tartani az esküvőjüket, azt tudták, hogy nem egy átlagos helyen, hanem valamilyen különlegesre vágytak, de nem jutottak dűlőre, hogy melyik legyen ez, és arról beszélgettek, hogy ez mekkora nagy lenne, hogyha megkeresnék a világ legszebb helyét, úgy, hogy elmennek mindenhová. Eladták mindenüket, és nyakukba vették a világot. A történetben pedig most éppen az 53. igennél tartanak. Igen. Igen. Itt azt az ötletet mondták a srácok, hogy tulajdonképpen az lenne a legjobb, hogy ugye 53 esküve, de minden évben másik csajjal. Jelentkező akad bőven. One, two, three! A nyertes nem az esküvőre érkezett. Esküvő. Ilyen váratlanul. Így válhat a gyanútlan wellnessező hajadomból mennyasszony jelölt. Hova lett a mennyasszony? Hát az istálómestert ismerve, szerintem kilovagoltak. Ajaj! Normál. És majd hova? Hát szerintem csak ide az erdő szélibe. Míg a puszta műsorra rabolják a mennyasszonyt, a konyhán rotyognak a fazekak. Remélem jól megfűszerezte, hogy a jó ébren maradjon a vőlegény. Természetes, jó magyaros csípős paprikával. Persze manapság már a lakodalmi vacsorán is fontos, hogy legyenek reformételek is. Asszony, az akarok lenni. A helyszín kiválasztása az úgynevezett esküvőszervező feladata. Az a legjobb, hogyha egyrészt minden egy helyen van, tehát nem kell ide-oda hurcibálni a násznépet, meg tud lenni egy polgári ceremónia, akár még egy templom is sok helyen van felszentelt kápolna. No és persze, szállás, étel, ital. Itt a magyar tájra jellemző helyszínt kellett választani. A mennyasszony szép virág, koszorúján a gyöngyvilág. Az ifjú pár mindjárt magyar nevet is kap, Böske és Sanyi. Most megmutatjuk nekik, milyen a magyar vircsap. Megtanítjuk őket néhány lépésre. Először csak be egy kis bemelegítés lesz, egy kis ízelítő, hogy lássák a magyar néptáncot, aztán meg fognak tanulni néhány lépést. Sanyinak menni fog szerintem? Szerintem Sanyinak biztos. Böskének meg majd teszünk üveget a fejére. Egy esküvő fontos kelléke a mennyasszonyi torta, amelynek mindenképpen illenie kell az esküvői ruhához. A torta igenis passzol a ruhához, a dekorációhoz, a színvilághoz, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egyre több fiatal pár gondol erre. Tehát először szép, igen, szép vékonyra kinyújtjuk. Bizony, itt még a levél is cukorból van. Háromdimenziós virágot gondoltam a torta ékének, hogy ne csak kézzel legyen festve a torta, hanem azért kiemelkedjen belőle.
és eljött az első közös projekt ideje. A hagyomány szerint már itt eldől a nadrág kérdés. A tortavágás az egy hatalmi harc. Akinek a keze fölül van, az viseli a gatyát otthon. Aha, és itt mit figyeltetek meg? Két kisük volt, tehát azt gondolom, hogy egyenlőség van. Böske és Sanyi már a csúlyogatást is megtanulta. A magyar esküvőn, hogy aztán kivilágos kivirattig ropják, mielőtt a következő igenre készülnek. A világ egy másik pontján.